Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Folytatjuk azt a beszélgetés sorozatot, amely megelőzi a május 12-i Rómeó és Júlia balett bemutatóját. A Székesfehérvári Balettszínház egy esztendeje létezik itt Fehérváron. A furcsaságoktól a blablablán át a boleróig remek darabokat láthattunk Egerházi Attila igazgató rendezésében és koreográfiáival. Most a Rómeó és Júlia Prokofiev örökbecsű darabját mutatják be május 12-én, és még jó néhány előadás lesz természetesen. És próbálunk utána járni, hogy miként készülnek erre. Én azt gondolom, hogy színháztörténeti pillanatra, hiszen ne feledjük, Prokofiev balettje a Hamupipőke mellett ma is a világ egyik legjobb hasonló műve. Ma pedig vendégeink egy Rómeó és egy Júliát már megismerhettek, most lesz még egy Rómeónk és még egy Júliánk, tehát itt van velünk Dávid Janik, Rómeó, üdvözlöm, Dusana Herakova, Júlia, és itt van velünk Bokrosi Barbara művészeti titkár, aki ebben az esetben természetesen táncosként is bemutatkozott már, de azért folytatjuk ezt a beszélgetést, hiszen Dajka szerep is nagyon fontos ebben a balettben. Nos, hát egy kicsit beszélgessünk a kezdetekről. Azt tudjuk, hogy Dávid kassai születésű, a Kassai Konzervatóriumba járt, és pontosan ezért kérdezem, hogy egy fiatal ember miként választ magának hivatást, miként lesz balettművész, egy olyan balettművész, aki számára a kortárs és a klasszikus, illetve a neoklasszikus is fontos. Oh, we will speak about your career. How did you choose this beautiful career as a ballet dancer or as a dancer, and why you choose this? So it started in the elementary school when I was in first class, and I saw like one performance and I like it, so I wanted to try it too. So we went to the the school where they teach the art, and then I started to study there. Általános iskolás korában első osztályban látott egy előadást, ami nagyon megfogta, nagyon megtetszett neki, és akkor döntötte el, hogy ő közelebbről meg szeretne ismerkedni ezzel a műfajjal, ki szeretné próbálni, és így keresték meg a művészeti iskolát. Egy ifjú hölgy, amikor hivatást választ, egy töpörtyű, mert én úgy tudom, hogy a balettművészek már egészen kicsi koruktól megfertőzöttek ezzel a csodával. Mit gondol? Mi mindent kell tenni, kérdezzük Dusánától, azért, hogy aztán elismert művész lehessen? Hiszen ez egy nagyon komoly, nem elég a tehetség, tudjuk, kell hozzá szorgalom is, és ez a kettő együtt adja a balettművészt. Can you imagine your childhood when you were a little child, a little girl? What was your expectation, your imagination about the dancer's life? And how what you expected about this? And I was thinking it is much more easier than it is now. Of course, every little girl wants to be a ballerina and see these beautiful things. And I think it's still beautiful in a different way. And I think that's it. Hát természetesen sokkal könnyebbnek képzelte el, mint amilyen valójában, bár hozzátette, hogy még mindig úgy gondolja, hogy ez egy csodálatos szakma a maga nehézségeivel együtt, de hát természetesen minden kislány balerinának, vagy sok kislány balerinának készül, és egy teljesen más kép van előttük a táncos életről, de megvannak ennek a maga szépségei. Apropó, hát Barbara, még nem kérdeztelek, hogy balerinának készültél? Igazság szerint nem, hogy konkrétan én sose készültem balerinának, mindig nagyon szerettem táncolni, és mindig tudtam, hogy a tánc az életem szerves része lesz, ami így is történt, vagyis így is van a mai napig, de konkrétan tütőben, spiccipőben, az operaház színpadán én sosem képzeltem el magam. Jó, most viszont azért ebben a kortárs darabban, illetve a kortársával rázsolt darabban azért meglátjuk, hogy milyen ez az átmenet. Viszont nagyon-nagyon fontos az is, hogy mi kinek, hogy alakult a pályaíve. Tehát, hogy érkezett Egerházi Attilától a megkeresés feléjük, felétek? How did you meet Attila? In the school.
in the Košice, in the secondary school, and he went there like due to workshop for us. Mm-hmm. So Attila workshopot tartotta a Kassai Konzervatóriumban, ott találkoztak, és ott volt alkalmuk együtt dolgozni. Ugye tudjuk, hogy dolgozott Attila azt hiszem, hogy Csehországban, ugye? Igen, igen, igen. Viszont látta a prágai kamarabalettet, ahol David táncolt? Igen, biztos vagyok benne, hogy találkozott Attila a társulattal. No. Dusánán, hogy alakult ez a meghívás, ez a felkérés, hogy jöjjön Székesfehérvárra? And you, how you met Attila? How was the first meeting with him? I mean, for me it was a bit different. I first saw a few pieces of Attila. Then I hear that he's beginning a new company here in mm-hmm. Fehérvár. And I wanted to come, of course. So then I tried this private audition. Mm-hmm. And I was lucky they chose me. Mm-hmm. A Dusán esetében fordított esetről beszélünk, mert Dusána volt, aki látta Attilának a koreográfiáit, és ő volt, aki megkereste Attilát, hogy szeretne csatlakozni az együtteshez, mikor hallotta, hogy Attilának olyan tervei vannak, hogy balett együttest indít Székesfehérváron. Én nagyon is jól tudom, hogy a balettáncosok többsége világjáró. Tehát igen. Ott az otthona, ahol az együttes van, ahol a komplett csapata van. Ugyanakkor mégis nehéz távol élni a hazától, az otthontól. Milyen gondolatokkal érkeztek Magyarországra és Székesfehérvárra? Which kind of feelings you came here to Fehérvár? I mean, this is far from at your home, so it can be difficult. But how is your feeling about it? Like, it's far from our city, but not so much because Slovakia is not so far. So sometimes different, but I like the city so much, the center and everything, and I'm happy that I can be here and be in this company, and so. Tehát igazából jól érzik itt magukat, és kialakították az itteni kis életüket. Ugyan messze vannak az otthonuktól, de pont az ő esetükben nem igazán, mert hogy ugye Szlovákia a hazájuk, és ez viszonylag könnyebben megközelíthető. És Dusana, mit gondol erről? And what about you? Yes. The feeling that you are far from your home and you have to live here, which is not your... I mean, I lived before 2 years in Prague, so for me it's not new. Mm-hmm. This is smaller city. I mean, it's more... I don't know. We are more close each other, everybody. Mm-hmm. We know better because we are not that huge company. Mm-hmm. And I also like it here so much. Dusánának ez nem annyira újdonság, mert ő Prágában töltött már 2 évet, tehát ő akkor ott megtapasztalta, hogy milyen távol lenni az otthonától. Viszont Fehérvár egy sokkal kisebb város, ugye, mint Prága. Ami olyan szempontból jó, hogy ez nagyon összekovácsolja a csapatot. Tehát egy viszonylag kis létszámú társulatról beszélünk még így a kezdetekben, és nagyon-nagyon összetartó ezáltal a csapat. No, megérkeztünk a Rómeó és Júliához. A Egerházi Attila koreográfiáit ismerve tudhattuk, hogy itt nem a klasszikus balett változat kerül színre majd, hanem egy igazi táncszínházi darab. Amikor kiosztották a szerepeket, én azt gondolom, hogy mindenki arra vágyik, ha egyszer balettáncos lesz, hogy Rómeó legyen, illetve Júlia. Milyen gondolatokkal fogadták a szereposztást? So now let's speak about Romeo and Juliet. We know that it's not the really classical way how Attila touched this choreography. It's more theatrical. And we know also that everybody wants to be Julia and Romeo. But what was your feeling when you knew that you will be really in this role and you will dance the main role of Romeo and Juliet? I was super surprised. It was shock for me. Good way. Dusana nagyon meglepődött, tehát meglepve érezte magát. Sokkolta a hír, de abszolút a jó értelemben. Tehát inkább a meglepetés hatása alatt volt. For me the same, like, I mean, me and Dusana, we were so surprised that Attila wanted to ask to dance this role. And
Dávid is hasonlóképpen vélekedik. No, hát ez egy egyedi formanyelv. Milyen volt ennek tükrében a próba folyamat? Mi, ami még nem ért véget, hiszen a színpadra, ahogy tudom, még majd csak most kezditek el belakni a színpadot. How was the period of rehearsal these few months? How it spent all the work, the... Like the rehearsals are super good. It's different the first cast and second cast because of course first cast have to be more the working, but it, the same it's like with us. I think they are spending the time with us and így jó kis időszakot éltek meg a próbateremben. Annyit említett még meg Dávid, hogy ugye ő első szereposztásban egy teljesen más karaktert, igen, egy más szerepet táncol, Párizs szerepét. Úgyhogy ami nehézség, hogy mindkét szerepet tanulnia kell, tudnia kell, néha váltania, hogy most éppen melyik karaktert táncolja. Júlia, egyértelmű, hogy egy olyan szerep a balettirodalomban, ami kiemelkedő. Mekkora kihívás ez Dusánának? How you feel? How big work for you this role of Julia? So you have a pressure or? I mean, it's really. It's not super easy way because you should find yourself in this character, and you should just find yourself for yourself. And then working this way and trying to do every day something better, maybe try to find some new view of this piece. I mean, new connection with my Romeo and with other characters there. I mean, it's not easy work, but I'm enjoying it. Nem könnyű szerep, de élvezi. De tényleg nehéz, mert meg kell találni a saját magát ebben a szerepben, illetve magának Julia karakterének a szerepét is, és alkalmazkodnia kell, hasonulnia kell a körülötte lévő szereplőkkel, nevezetesen Rómeóval. Egy kicsit beszélgessünk a Dajkáról is. Jó. Azért fontos ez, mert Shakespeare a maga idejében természetesen a Dajka szerepet azért írta és úgy írta meg, hogy az egyik legfontosabb, hiszen Júliának az a bensőséges viszonya, ami a Dajkához fűzik, ez fontos. Nyilvánvaló, hogy ezt táncban nehéz eltáncolni. Nehéz megjeleníteni azt az érzelmi kötődést, ugyanakkor nagyon fontos a táncjátékban, most mindegy, hogy balettnek nevezzük, vagy táncszínháznak. Milyen gondolataid voltak neked a Dajka szerepről, hiszen a balettben azért mégis más? Igen, azt kiemelném, hogy itt tényleg nem a mozdulatokon van a lényeg, hanem hogy belülről jöjjön az az érzés, amit meg kell jelenítenem, hogy ez látszódjon kívülről, ez a törődés, a végtelen szeretet, amit én a Júlia iránt érzek. Igen. Tehát, hogy ez nem a mozdulatokban jelenik meg, hanem sokkal inkább, hanem így árad kifelé belülről, igen, tehát, hogy mennyire nyilván ez generálja a mozdulatot. Dusána, ott a színpadon, ami árad a Dajkából felé. How do you feel this big love and the kindness which is came from the nanny to you? I mean, during the rehearsal and during the scenes. I mean, I can feel that is much more different than with the mother, because nanny is much more mother for Juliet, and they should have more things together and more, I don't know, eye contacts, more real feelings between them. Mm-hmm. Igen, itt az anyuka szerepével hasonlította össze, hogy sokkal inkább a Dajka felé van kapcsolódása a Júliának, mert ugye ő az, akivel ő felnőtt, akitől a legtöbb szeretetet kapta, és ez nagyon megnyilvánul a koreográfiában is, a kötődés Júlia és a Dajka között. Ami sokszor például csak a szemkontaktus, meg a egy-egy elkapott pillanatban jelenik meg. Milyen a szerelem a táncban? Hiszen Rómeó és Júlia az a fajta érzelmi hív, az a fajta áradó líra, ami ebben a darabban megjelenik, balettben is, a drámában is, tehát természetesen szóban is, tettben, tehát táncban, az örök számunkra. Mm. Tehát milyen Rómeónak lenni? Hogyan kell táncszínházi nyelven szeretni Júliát?
how is the love in this piece? How you feel yourself as a Romeo with full of love to Julia? Like a Romeo. Romeo is meeting Julia in the ball first time, mm-hmm. and he knows that Julia is the true love, mm-hmm. and first true love in his life. And then it's like the love is developing a lot because they have to jump the fight at the death of the Julia cousin, then that Romeo have to leave the city and everything this. So I mean, it's super nice feeling to do. And hát ugye először Romeo és Julia a bálban találkoznak, ahol rögtön egymásba szeretnek, és Romeo tudja, hogy élete szerelmét találta meg Julia személyében. Nagyon erős ez a szerelem már a kezdetén, de ez folyamatosan fejlődik és bontakozik tovább. Ugyanakkor nagyon sok mindent át kell együtt élniük, sok nehézséget kell leküzdeni a szerelmüknek. Jó, ez a Romeo és Julia története, ezt magam is tudom, ez táncban hogy fejezhető ki? Hogyan fejezhető ki arcban, mimikában, mozdulatban? How can you express this feeling with your body, with your face, with your mimic? So for me it's like a bit different do this, but if you find, I find myself in this role and in this character, then you can express this with the smile, the looking to mm-hmm. her eyes. And ez egy nagyon nehéz feladat. Itt is az elsődleges szempont, hogy önmagában megtalálja a Rómeót, hogy ő hogyan tud szeretni, és hogyha ez megvan, akkor ilyen alapvető dolgokkal, mint egy mosoly, egy szemkontakt. Ebben a Júliában mindkét Júlia gyönyörű, természetesen, így aztán nincs nehéz feladata, Dusánnak mondom én, vagyis illetve Dávidnak. Dusánától kérdezem ugyanezt, mert hogy ez nagyon fontos, hogy nőként hogyan lehet Júlia szerepébe bújni, és miként lehet azt az meglátni és megszeretni pillanatot érzékeltetni táncnyelven. The same question, that how do you feel in the role of Juliet and how can you express yourself as Julia mm-hmm. with the movement, with your heart, with the... For me, the soul is most important mm-hmm. in this character because I want and I have to feel the love, and then I want to show this to audience through my face, through my body, and it's really very important to have connection between us. I mean, we are friends, but it should be much different mm-hmm. in that time. And I mean, that's it. A legfontosabb a lélek, hogy a lelkéből kell építkeznie, mert hogy, ahogy is mondta, hogy szeretnie kell, de hogy szereti is a Rómeót, de hogy ezt hülyen ki tudja fejezni, ezt legbelül kell magában éreznie. Mert hogy ők egyébként barátok az életben, ami nyilván egy teljesen más kapcsolat két ember között, és ezt kell szerelemmé varázsolni a színpadon. Ugyanakkor ugye megjelenik a tragédia. Kell, hogy erről beszéljünk, hiszen táncnyelven a legnehezebb megfogalmazni, hiszen nem szomorkodhatunk, nem temethetjük a kezünket az arcunkba, nem sírhatunk, nem fordulhatunk el, hanem a nézőnek is éreznie kell, hogy itt egy visszafordíthatatlan tragédia történt. Ez hogy működik? Hogyan éli meg Romeo táncban Julia elvesztését, illetve fordítva, hiszen ennek előjele is van? We have to speak about the tragedy, because as we know, it's a big, huge drama. And kind of the same question, that how you feel this tragedy when, for example, Julia died, or... So how can you express yourself in this situation? In this moment, in the role, it's super difficult for Romeo, I think, because he lose his true love, and he lose everything what he has because Julia was something what he loves so much. So
super difficult for this character, like to express everything, and he lose everything, and he feel super poor and super empty in himself. But how do you handle it? How do you can solve this on stage? Like with the crying or with the screaming, mm-hmm. but not real screaming, mm-hmm. just the. Szóval, hát ugye ez egy nagyon nehéz feladat, ugye elveszti élete szerelmét. Igazából nagyjából ennyit mondott, hogy ezt nehéz megtestesíteni. Nehéz erről beszélni, egyszerűbb szerintem el táncolni. Igen, hát mert hogy mondta is, hogy ugye sírnia kell, meg kiabálnia, de nem szó szerint ti értelemben, igen. nem könnyekkel a szemében, de azt az érzést kell megjelenteni a színpadon. Nagyon fontos ez a kapcsolat, Rómeó és Júlia kapcsolata. Ugyanakkor miként éli meg Júlia elvesztését a Dajka táncban? Hű, hát majdhogy nem szerintem ugyanolyan nehéz, mint a Rómeó, hiszen más szempontból, másféle szeretetről beszélünk, de a szeretet erőssége az talán ugyanolyan szinten van, mint a Rómeó és Júlia közötti szeretet, és a Dajka és a Júlia közötti szeretet. Tehát ez a nagyon erős kapcsolat, hogy kisgyerekkora óta gondját viseli valaki, látja, hogy felnőtt gyerekből felnőtté válik, és egy ilyennek véget vetni, ezt elveszteni, az borzalmasan fájdalmas. Nos, hát minden előadás egyedi, egyszeri és megismételhetetlen. Május 12-én premier. Milyen gondolatokkal várják a premiért? Egy-egy gondolatot mindnyájatoktól kérek szépen. Oh, we will have a premiere soon. And how do you feel? Are you looking for it or what is in your mind according to the premiere? I'm looking for it so much. It's super excited. Excited. Yes. Dusana nagyon-nagyon várja, és mindemellett nagyon izgatott. Tehát borzongatlan szép pillanatok igen. lesznek ezek. Én azt hiszem, hogy Székesfehérvár megérdemel egy jó balettszínházat, amit meg is kapott. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, megtiszteltetek, és ígérem, hogy mindnyájan ott leszünk, és nézzük. És kedves nézőink, önöknek is mondom, hogy május 12-én van még a premier. Egerházi Attilától tudjuk, hogy még van jegy a következő előadásokra is, és akinek talán még sem jutott, az se keseredjék, mert hogy júliusban is lesz Rómeó és Júlia, amennyiben tudjuk, és júniusban is, úgyhogy bizonyság arra, hogy aki szereti, aki megszerette a balettet mindez idáig, az most sem maradhat le erről az előadásról. Én pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra, minden jót!